estét kívánok! Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Köszönjük szépen, 284. alkalommal találkozunk, és 284. alkalommal próbálunk önöknek vidám perceket szerezni, és én jól kinézni, mert nagyon helyes lány a fotós, meg egyáltalán. Vidám percekről beszéltem, még akkor is, hogyha bizonyos dolgok... Nem tudom, hogy hogy látod, mert az arc előtt egy ekkora redizé van. De nem, hát mi ismerjük egymást egyébként. Ha nem, akkor is jól esik. De hát elmosan... ismeritek a Lacit, a Lacinak az olyan nők tetszenek, akiknek a feje egy fotóapparát. Tehát... Nem, nekem általában a nők tetszenek. Szóval vidám percekről beszéltem. Vidám perceket szeretnénk önöknek szerezni, még akkor is, hogyha dolgok, amelyek éppen történnek, csak így, hogy egyszerűen fogalmazzak, körülöttünk az országban nem sok lehetőséget adnak arra, hogy mi nevessünk, ahogy egy barátom megjegyezte. De hogy nem, hát majd halálra rögjük magunkat. Azért, igen, egy barátom mondta, hogy lövészárokban is lehet b***ni, csak el kell ugrani a golyók elől. Milyen golyók? Ezügyben jelezném, hogy nálam nem kell elugrani, te. Hányasával járnak ezek a golyók, na mindegy. Ez hihetetlen hülyeség. Magára húzza a vizes lepedőt. Tényleg az ember, hogy mi közben hogy ugrál? Hát nem is értem. Nem tudom, én csak azt tudom, hogy mi lenne a... Hát figyelj, arra gondolja, hogy a te utolsó esetleg a lövészárokban az hogy volt? Akkoriban még lándzsákat dobáltak. Nem úgy értem, hanem történelmileg vagy. Ez aljasság. Ez most ez komolyan mondom. Olyan számháborúban voltam utoljára. Golyókkal? Számmal. Na, az ország... Erre mondják, hogy helyben mentél a golyóért. Azt megjegyezném, hogy nem mindegy, hogy az ember van számháborúban, vagy az ember szájában van háború. Ezt 3 perc miatt ezt a kis piros karikát egy 18-assal mindenképpen tegyétek bele, mert... De én közben épp azt akartam jelenteni. Úgy néz ki, felfejlődünk még. Az egyébként, az a 18, az életkor vagy IQ szint? Kilogram. Nem, az úgysem jó, várja. Jó, az ország helyzetéről próbáltam előadást tartani, és az nem annyira vidám, mint amennyire neki láttunk röhögni. Nagyon szemléletes, vonyi, internetes hozzászólása, ami... Már számháború a streamén. Komolyan mondom, egyszer az életben akarok szomorú lenni, és akkor nem, mert mégis kifejező, meg műsorvezető, meg minden. Egyébként is. Hány cikk jelent meg arról, hogy depressziós? Nagyon szemléletes, vonyi, internetes hozzászólása, amely Magyarország jelenlegi helyzetéről elmondható, mármint hogy ő. Ez az év írja levelezőnk a televíziós műsorok címével elmondva a következőképpen fest. 2006. január, önök kérték, kívánságműsor. 2006. április, meghökkentő meség. 2006. augusztus, kész átverés, és 2006. december, totál kár. Szóval ismét eltelt egy nyár, elkezdődött... Te lettél a legnépszerűbb műsorvezető. Köszönöm szépen, hogy megemlítetted. Én meg. Volt egy ilyen felmérés. Ki lett a második? Na ki? Anetka. Ezt elmondta előtt. Akkor ez háttudóval? Hát nem véletlenül gratuláltam a Lacinak. Ez a Woody ellen, igen, hogy annak a klubnak nem akarok tagja lenni, amely fel is vesz. Hogy szóval eltelt egy gyár, iskola év, és minden, ezt kezdtem el az előbb tulajdonképpen. Mi meg nyolcadikosok lettünk, csak így, hogy beleszőjem. Ez a nyolcadik esztendő, hogy önökkel vagyunk vasárnap esténként. A nyár bővelkedett hírekkel, hírekben, úgyhogy az uborka szezon elmarad. Vannak híreink bőven, amelyet ma este átbeszélünk Bajor Imrével. Devőd Jánossal. Bernard Judittal, Kéri Lászlóval, Hajós Andrással, Farkasházi Tivadarral. A ma film Fóti telepéről ellopták a BBC Hazánkban forgatott Robin Hood című filmjének leforgatását. Robin Hood, ez egy másik, ez egy vallási műsor. Hát ezek a hülyék ejtik, de Robin, akkor legyen itt Hood című filmjének leforgatott kazettáit. Hogy lehet Robin Hoodból zsidót csinálni, gyerekek? Hát ez...
Én nem mondom, de én csak... Rabin, ez így kimertem ejteni, de nem mondtam, hogy Rabin, hát... Istenem. Két Rabin lovagolt egy húdat. Ja, és én akkor már értem, hogy Little John Klein lesz, azt szerintem. Én nekem egy olyan ócska ízi a szocializmusban ilyen Robin Hood könyv volt, hogy Csipet Jánosnak fordították, és annan néztem a filmet. Csipe, igen. Igen, néztem a filmet az Errol Flynn-nel, hogy hol a Csipet János, sehol nem volt a Csipet János. Flynn? Errol Klein, az is, ajjajaj. De ennek a filmnek az eredeti cím, hogy Robin Hood a tolvajok fejedelme, tehát a lopás azért jó, nem? Menjünk gyorsan tovább a hírben, nagyon, nagyon veszélyes terepet éve. A tolvajok... Hát a lopó zsidó Robin Hood, ne haragudjál már! Ez már kicsit veszélyes. Azt nem lopta, az eladta volna nekik, amit leforgattak. Egy tonna almát keresünk a gyerek fejéről. Ismert... Ismert... Felvilmosítanak! Ja? Ezek úgy nyilaznak, vagy nyilaznak. Megidezik Tellerről. Összes. Tellerről. Akkor ez nem a Tom és Jerry. Jó van. Ennek az egész hírnek, meg ahogy kavarnak körülötte, nagyon kampányíze van. Nem olyan ez, hogy mit, hogyha a sorozatnak akarnának előre. Annyira nem életszerű ez az egész, nem? Majdnem biztos, hogy reklámolás, igen. Képzeljétek el, hogy... Nagyon életszerű, ellopni 300 kazettát. Mit lehetett volna spolni, hogyha időben ellopnak egy csomó filmet? Csaba, én is ezen filmet gondolkodtam, aha, amikor a hírt olvastam. Egy pár címet mondani. Ja. Én is, mint rendszeres filmszemre látogató, hogy jó sok ötletem lett volna, igen, amit jobb. Egyébként ezek is már csak a fele váltságdíjat kérik, meg közben megnézték a filmet. Augusztusban és szeptemberben többek között életbe lépett a gáz- és villanyár emelés, a természetbeni juttatások adójának megemelése, a jövedéki adó emelkedése, a két kulcsos áfa 20%-ra való emelkedése, a 20%-os kamatadó, emelkedtek a munkavállalói járulékok, októbertől 15%-ról 25%-ra nő az EVA, novembertől pedig nőnek a munkáltatói járulékok is. Gyurcsány Ferenc júniusi sajtótájékoztatóján a megszorításokkal kapcsolatban azt mondta, nem kell félni, nem fog fájni. Ezt az orvosok szokták mondani, hogy nem kell félni. Nem fog fájni. Igen. És fölvágják a hasadat utána. Na de ez így van, tényleg, mert a műtétnél nem... Hát ez az, itt az elkezdődött már a kampányban. Hát ez bizony évekig fog fájni. Kevesebb fizetés lesz, több adó lesz, visszaesik a gazdasági növekedés, infláció magasabb lesz jövőre, aztán, hogy csökken vagy nem, azt majd várjuk meg. Szóval itt egy-két évig fog fájni az a gond, tehát amit a Juci mondott, hogy az érzéstelenítés az elmaradt. Tehát, hogyha tudod, igen, ha tudod, hogy olyat fogsz művelni, ami fájni fog a másiknak, akkor ne hülyítsed, hogy mondod neki, hogy nem fog fájni, hanem vagy érzéstelenítsed, vagy mondd meg neki rendesen, hogy miért fog fájni. Tudod, ez egy olyan dolog, hogy ez egyre jobban fog fájni, ez a baj ezzel a dolog, legalábbis a hasonlat szerint, mert tudod, a műtétnél van az, hogy az ember akkor, amikor műtét van, hát az egy kicsit kellemetlen, de aztán, hogy fölébred, egyre jobban fáj. Egy normális orvos megmondja a betegének, hogy azért lesz műtét, hogy ne dögölj meg két év múlva, hanem 10 évig fogsz ezzel így, úgy, amúgy élni. Most is szerintem az, hogyha megmondják, hogy most emberek, nektek nagyon kellemetlen lesz, ezt és ezt fogjuk veletek művelni, azért tesszük, mert egyébként még rosszabb lenne, hogyha azt is el tudod rendesen mondani, úgyhogy megértsék, akkor talán másképp állnak hozzá. De ezt két évente már 89 óta állandóan azt mondják, hogy most még 2 évig rossz lesz, aztán baromi jó lesz. Nem. Ez... Nem. Egy szempontból jó ez a nem fog fájni hasonlat, mert gondoljátok meg, hogy évek óta kaptuk a fájdalomcsillapítókat, de tudtok olyan betegséget, amelyik fájdalomcsillapítótól elmúlik? Tehát az volt a fájdalomcsillapító... A hipohondria nagyjából. Tessék? A hipohondria. Ezek ilyen tüneti kezelések, igen. Tehát hát gyakorlatilag... Hiszem, hogy az orvos azt mondja, Pista bácsi, két híre van, egy jó meg egy rossz. Hiszem, mi a rossz? Hát le kell vágni az egyik lábát. Mi a jó? Van vevő a papucsára. De hogy itt még esik, különben idősebbek figyelmeztettek, kérdeztem, mi ez, hogy adó? Nem tudtam, hogy mi ez. Tudtam, hogy majd fog dolgozni egyszerűen a 60 éves korom körül. Így van, de, és hogy az majd milyen lesz, hogy adó? Nem, hát mondjuk azóta már bölcsebb lettem. És akkor elmagyarázták, és én arra gondoltam, hogy hát végülis tulajdonképpen én az a generáció vagyok, aki a rendszerváltás után lépek a munkaerőpiacra, ott is hogy, mondjuk hogy, a fröccsözőbe hogy, elsősorban. Hogy? Munkaerőpiac.
És ott mit csinálsz? Mondom, fröccs, unikum, kicsit nézegetem az árukat, aztán hazamegyek újságot olvasni. És hogy ebben az ember valahol bele tud nyugodni, ha látja az eredményét. Tehát én azért vagyok ezzel zavarban nagyon, és majd a tanár úr elmagyarázza, most hát az igazi tanár úr, hogy akkor most tényleg az van. Mert egyszer meg lehetne szavazni azt, hogy az ország azt mondja, hogy oké, akkor most XY, neked most elhisszük, hogy ez most tényleg így jó lesz, most adunk, mit tudom én, 2 évet, fizetünk rendesen, nem nagyon keressük meg a kiskapukat, és akkor meglátjuk hát, ha jó lesz. De ez most van ez a pillanat? Megpróbálok mind a kettőtöknek egyszerre nagyon röviden válaszolni. Egyrészt igaz az, amit mondtatok külön-külön, hogy eljön az a pillanat, amikor hiába mondod, hogy mindig ezt ígérik, aztán nem így lesz, amikor tényleg nincs tovább, tényleg kiderül, hogy mindenét kell fizetni. Körülbelül most jött el ez a pillanat, bárki kormányzott volna, eljött volna ez a pillanat, tehát ezért elfelejtek egy csomó kritikát. A másik, akkor viszont ennek megfelelően kell beszélni. Eltelt a választások óta 4 hónap, nem lehet össze-vissza beszélni, nem lehet havonta különböző programok előállni, amikben egyikben ilyen szám van, másikban olyan szám, és mindig azt mondja, hogy de ez az igazi program. Negyed év így telt el, hogy havonta más különböző változatok. Olyan szép szavagon a gondoskodó elbocsátás, az milyen? Igen. Az segberugásnak a beceneve. Így bocsátanak? Most akkor te azt mondod... Kirúgtuk, de sajnáljuk. Hát szóval valami ilyen. Most te azt mondod, hogy az a probléma, hogy sokat akar a szarka, de nem bírja a ferke? Tehát, hogy így nagy a feladat? Egyrészt tényleg sokat akar, másrészt meg kell tanulni sürgősen egyféle módon beszélni, aztán a jövő héten, meg egy hónap múlva is egyféle módon beszélni, mert amit ti joggal hiányoltok, hát jó, így is mondhatod, amit ti hiányoltok, az az űrzavar és ez a rossz közérzet, amire itt mindannyian hivatkoztok, azt szerintem elsősorban abból adódik, hogy nem világos, hogy mi végre zajlik az egész. Mert bárhogy szépítjük, a vége az, hogy most itt 2-3 évig rendesen meg lesz szorítva mindenki, de bizony milliók fogják élni. És 2-3 év múlva mi lesz? De akkor... Bocsánat. Igen. Jó, 2-3 év múlva mi lesz? 1-2, és a bokros csomagnál nem az volt, hogy az akkor úgy rendben, de azt akkor, az és volt. Akkor utána mi utána elherdált a két kormány, de pontosan ez történt, a bokros csomag helyrehozta évekre a költségvetést és gazdasági egyensúlyt is, és ennek a hátán két kormány ellavírozott. De ez nem félő, hogy ez így lesz ezután is? Vagy nem mert vagy tudjátok, mi az a baj, hogy... Jócika, tudod mi a kreatív könyvelés? Nem. Tartozunk minnyája mondjuk 500 000 forinttal, és azt mondjuk, hogy nagyon kellemetlen nekünk, hogy mi heten tartozunk 500 000 forinttal, a mi adósságunkat lejjük nullára, és a baj, hogy meg fog 3,5 millió forintot tartozni. Tehát kivisszük az összes adósságot. Ez nekem tetszik. Na de gyerekek, nem az ezzel az egésszel a baj, hogy a rendszerváltás óta két nagy iskola van. Két nagy példát tudok erre mondani, a bokros pillanatok, van, és a Fidel, és az Orbán Viktor féle nagy beruházások, nemzeti színház, ezek a dolgok. Az egyik iskola azt mondja, hogy szarba van a család, akkor azt mondjuk, hogy most mindenki meghúzza nadrágszíjat, és nagyon fegyelmezetten a kamrába rendet rakunk a háttérbe. Ezzel az a baj, hogy ez egy száraz sztori, ezt nem lehet kibírni, hogy most én nem tudok azért otthon boldogan ülni egy üres asztalnál, hogy fiam, a kamrába rend van. A másik, az Orbánék abban voltak nagyon jók és elismerésre méltóak, hogy akkor viszont álmokat adni, nagy lendületű, villogó beruházás, és mondjuk el is készült csomó minden. A kettőt nem lehetne valahogy kombinálni, de, hogy úgy rendet rakni, hogy közben egy picit azért szórakozzunk is. Az lesz a különbség. Azt, hogy ezt hogyan dugják le az emberek torkán, az egy bonyolult kérdés. A Bokros Lajos azért nagyon jó, példa a Bokros Lajos, mert szerintetek van még egy ország, amit a Bokros Lajos csinált, azt tudomásom és olvasmányaim szerint, azt nemzetközi szinten egyetemi tananyagként is előfordul itt-ott, és az egy világ, és mi magyarok senkinek nem hiszünk, tehát a Harvardnak se. Tehát nem lehet egyszer egy olyat, hogyha azt mondja az egész világ, hogy a Bokros Lajosnak igaza volt, és rendes, kötött mellényes, szemüveges muksók azt mondják, hogy he was very right, akkor elhinnénk azt, hogy ő jól csinálta. És a kötött mellényes, szemüveges, hát nem tudós! Azért, mert a tudós ember
A humorista doktusznak az archetipusa. Azért, mert azt találták ki. Idegenszavak szótára 650. oldal. Azt találták ki, hogy ő a rossz doktor bácsi, és a többi meg a jó doktor. És tulajdonképpen ő elvitte az egészet a hátán a bokról. És azt mondta, hogy jó, ő két évig csinálja, és utána hadd mehessen innen a fenébe egy olyan állásba, ahol ő nagyon jól megvan, és csinálhatja maga életét. És abban a pillanatban, hogy letette az egész menetet így az asztalra, elment, és akkor maradhatott a Bokros Lajos, mint mumus. Na ennek az hát egész. És amikor a... most kapott, azért jó, fáj nekem, bocsáss meg, hogy amikor kapott most egy díjat, akkor rögtön nem azt mondták, hogy ezért kapta. Pedig ezért, de azt nem merjük de kimondani. Akkor kérdezzem meg joggal, hogy azzal a néppel nincs baj, az normális az a nép, aki tényleg ennyire távol van a valóságtól, akkor nem velünk van a baj. Nem a nép van távol, hanem így kezelik akkor, őket. Akkor lássuk be, hogy minket kormányozni nem tudjuk. Képzeld el, hogy eljössz, mi egy babazsúl vagyunk, eltartott kis ujjal, ilyen... Vigyázz, rosszul jársz megint, igen. És a bajorra ráesik a torta, mondjuk, nem. Ez belőle. Ilyen Mejszeniből kérlek szépen kávézunk, dicsérjük egymás ruháját, és akkor te bejössz mondjuk Bokros nekem Lajosként, legyél egy pillanat a Bokros Lajos, és mondjál mindenkiről egy őszinte mondatot. Jaj, ne. Jól már mondta. Borzasztóan néz ki az akód. János, nagyon tehetséges vagy. Nem kérdés. Lajos, te az én emberem vagy. Ne, én értem, hogy mit mondasz, hát, és jó az akód. Hát egy őszinte ember, hát ki szereti azt, aki egy baba zsúlyon, kérlek szépen, kiosztja a háziakat. De ha baj van, azért az se lehet, hogy mesztelen a király és egy ország folyt, tehát a mesének nincs vége, a király mesztelen, a király új ruhájáról beszélek, az hát nincs rajta semmi, hogy... és egy ország 15 éven keresztül tapsikol, hogy minden rendben van. Hát ez volt a választás, az egyik fele, Münchhausen, bár a másik Hári János, ezt kiabáltuk tavasszal. Hát de térjünk már magunkhoz, emberek. És majd a végén meg jön majd, mindig jó majd a Ludas Matyi, ezt jól elveri háromszor rajtuk. De mégiscsak lovagolnék ezen, hogy a Jucinak igaza van, akkor sem tudott az ország kellően tanulni a Bokros példából. Tehát most is azt látjuk 10 év után is. Egyik fele megértette, másik fele nem értette meg, és ezzel folyamatosan vissza lehet élni. Tehát, hogyha például az lenne a Bokrosról a közmegegyezés, amit te az előbb javasoltál, akkor most is könnyebb lenne megérteni, hogy miről van szó. Jóta akkor is megsüllyítették az országot, és sikerült a fél országnak egy vadállatot faragni Bokros Lajosból, az a fele most se fog megérteni sajnos semmit, és ezek így fognak össze, így nem tudom miért. Szóval igen, ez az, hogy a Bokros vállalta maga, hogy ő rá haragudjanak, mint hogyha ő neki lett volna ez jó. Ez borzasztó. Azt javaslom, hogy minden magyar ember óráján legyen egy harmadik úgynevezett makrogazdasági mutató, és az folyamatosan tájékoztatja az embereket, hogy hogy állunk. Hát lesz ilyen, ne félj. Lesz ilyen. Vegyél valami szaksajtót, az is például, és akkor lesz nem kell az órára ennyi. Csak halkan mondom, hogy Hordyula annyival rafináltabb volt, hogy nem hor csomag volt, hanem bokros csomag. Hát igen. De Gyurcsány még ezt a finom különbségtételt is elfelejtette, hogy találhatott volna embert, akire rá lehetett volna kérni. Én nem tudom, de van ezt a Katona Tamásra ránézek, úgy érzem, hogy a balánc, hogy megjelenik, egy forinttal romlik a forint. És ezt nagyon jól érzi. Nem ez a baj, a forint is így érzi tenni. Több a normális ember az országban, mint amennyit feltételeznek róla, és ha normálisan beszélnek velük hosszú távon, akkor meg fogják érteni, hogy miről van szó. De ennek előfeltétele a tiszta beszéd. Tehát, hogy az hónap is ugyanaz a beszéd legyen, meg hónap után is. Nem lehet egyében kétszer normálisan beszélni. Az egész nyár a kombinóktól volt hangos, hol elakadtak, hol az ajtók nem nyíltak, hol az oszlopok nem bírták a vezetéket, és kidőltek. Mindezért az ellenzék nem Abba Botondot, hanem elsősorban Demszky Gábor főpolgármestert teszi felelőssé. A kombinó villamosok több hetes kényszerpihenője után az első forgalomba álláskor már is megrongáltak 5 villamost. Jellemzően a villamosok oldalablakait, szélvédőjét és a külső fényezést karcolták össze, illetve üvegmaró folyadékkal, graffitikkel tettek bennük kárt. Gyerekek, azért ott volt egy komoly szakember. 1 milliárd forintba került egy ilyen szerelvény. Nem egy összeg, nem 1 milliárd forint. Igen, de nem utasokkal próbálták. Igen. És kérlek szépen, mikor volt ez a kánikul, akkor mindenki megdöglött benne, 40 fok fölött volt benne a hőmérséklet, és azért spórolták kiből a légkondit, mégis olcsóbb legyen, akkor mit tudom, 1 milliárd 7 forint lett volna. Azt mondta az illetékes szakember, hogy úgyis gyakran megáll. Ne viccelj. De látom, meg hát nyílik az ajtaja. De, tessék? Meg hogy nyílik az ajtaja. És igaza lett? Persze. A gyerekek, ez is olyan... Ahogy hetekre megáll. Én most hetekig állt a kombinó. Nem leszek népszerű, de nézzünk meg, ebbe is van két olyan kis pici elem. Két kis pici elem, ami megint azt erősíti, hogy nem biztos, hogy mindig
csak, tehát nem azt mondom, hogy nincs a vezetéssel baj, de hogy nem mindig a vezetővel van csak a baj. Két dolog. Az egyik az, hogy állandóan azt mondogatjuk, hogy mer Bécsbe. Most ennek konkrétan után néztem, mert olvastam valahogy, hogy Bécsben is ilyen villamosok vannak, azokban sincs légkondi. Mert hogy ez általában ez ilyen európai standard dolog. De nem ez volt a baj ezzel a villamosokat. Nézzük tovább. Most akkor kapott a város jobb villamosokat, amit egy nevezzük kombinó gyárnak nevű cég megnyert valami tendert, azt leszállította, szarul szállította le. Tehát ez a teljes takonyba, ami itt Magyarországon van, így belejött ezek az új villamosok, és akkor persze, hogy kész a baj, és ami a legszebb, hogy mi a reakció, mondjuk most körülbelül ilyen Trabant és Volvo szintű csere történt villamosban, ha minden jól megy a végén, és akkor ezt összegányolják. Hát akkor ennyit tudunk, hogy ennél a szellőzésnél, tehát az előbb nem fejeztem ki magam, azt mondták, hogy ha gyakran megállapok, kiszellőzik, de nekem az Ababoton tetszett nagyon jól. Figyelem, most már hónapok óta az Ababotondot is egyre jobban tetszik. Azt mondta... Ne viccel! Ebből lesz valami! Ne viccel! Egyébként én ebben tudnék segíteni neked. Azt mondta Ababotont, hogy lehet, hogy dög meleg van a kombinokban, de semmi probléma, mert akkor saját költségükön utólag beszerelik a légkondit. Na most a következőt kezdem tőletek, hogy honnan van a BKV-nak pénze? Tehát az valami nyereséges magáncég? Tehát mi az? Azt mondta, hogy ez nem a mi problémánk, ez a BKV nem probléma. Nem, ez egy gesztus, hát úgysem megy a villamos, legalább legyen benne légkondi. De nem arról szó. Az Ababotonnak van valami saját spórolt pénze? Van, hát annyit kapott már, hát hogy ne lenne neki pénze? De mi az, hogy ő fölajánlja, hogy a saját pénzével megcsinálják, hát az ő mert pénzét... Nem mi adjuk? Tehát én azt üzenem az Ababotonnak, hogy én nagyon szeretem őt, csak változtassuk meg az ABC-t, mert az egy őrület, hogy kinyitom a telefonkönyvet, és az első oldalon elmegy a kedvem az egésztől. Ha úgy hívnák, hogy Botond Abba, az jobb lenne neked? Hát vele kezdődik. Na de ide figyelj, ezek a izék, hogy összedőltek ezek a tartószlopok. Utána nem tudom, figyelte, de hogy hányan tudták egymásra kenni megint. Ez ugyanaz lesz, gondolom lesz majd augusztus 20-a is. Igen. A kombinó csak egy dolog miatt érdekes, de azért nagyon, hogy össze-vissza hazudozott minden megkérdezett vezetői képviselő, és semmi nem volt igaz, amit az előző nap mondtak. De azért ebben megint a néphűítés az érdekes, nem az, hogy kipróbálták utasok nélkül, működött, ugye ebbe az a tanulság, hogy utasok nélkül, szóval azt kell kiküszöbölni hát, az utas. Azzal van a baj. Utas nélkül nagyon jó a villamos. Persze, mint a Paternoster, tudod, így, hogyha nem lépsz bele, akkor megy. Ketten is járatosak vagytok ebbe, azt hittem nyaraltatok, kimaradtatok ebből, ezek járat, szerint tudjátok. Váltam. Na, viszonylatosak akkor vagyunk. Tudjátok, hogy ki miért felelős ebben az egészben? Na, tudtok ki? Ilyet mondani? Nem tudjuk. Az utasok hát már használni akarták a hülyét. Na, de akkor őszintén. Akkor valahol, mert végül is az ebbe a hírbe, ugye ott van a végén az, hogy ötöt azonnal összerongáltak, ami rettenetes fájdalom, de komolyan egy fájdalom nézni, és szörnyűség, és egy haragot szül az emberben. Az a bunkóság, amit az Andris mondott, igen, az az a szint. De én tudom, igen, ez világos, de valahol igen. Meg kell érteni, vagy ha valakivel nincs kommunikálva, hogy miért, érted? Én nem akarom őket megérteni, szívesen rájuk is ráírnám, hogy az jut az eszembe, hogy hülye bunkó jével, érted, pontos jével, hogy ne tudja legalább egy hétig lemosni de úgy ráírni. Mert a bunkóban nincs is jég. Na de nem ez a... De én nem szeretnék ilyet, nem szeretném ezt érezni. Én nem szeretnék ilyen haragot érezni, és azt szeretném, ha ők se éreznének tehát ilyen kivel haragot. Haragszik a kombinére, vagy a kombinóra? Nem, arra kombinó, haragszik, kombinó. Haragszik sok mindenre, például arra, hogy talán lehet, hogy nem tudja meg... De Jussi, itt van a következő ír, hogy rongálás rekord. Hogy tudom, ezek, hát, csak én de akarok, azért, mert haragszik. Nem lehet már a felelősöket, hogy pontosan mi történt, azt majd nyilván próbáljuk megérteni. De hogy hol lehet a felelőseket keresni, ez egy teljesen tiszta ügy. A főváros életében mindig, ezt azért tudom, hogy én dolgoztam ott, mindig így történnek a dolgok. Körülbelül 2-3 évvel ezelőtt szerintem ezt lefogadom, elindult egy ilyen javaslat, hogy legyen új villamos. Az átment 5000 bizottságon, városképvédelmi, környezetvédelmi, gazdasági, közlekedés, területfejlesztés, ezeken átment, azok anyagokat készítenek, és a közgyűlésre, ami a főváros parlamentje, ezt bevitték. Ott volt egy közbeszerzés, a közbeszerzési döntőbizottság, nem tudom,
úgy döntött, hogy a Siemens fogja ezt megnyerni. A Siemens azért nyerte meg, mert leírta egy pályázatba, hogy ilyen jó lesz, ide gyártották egyébként. Erre a simpára gyártják. Nem tudom. Utána elkezdték megcsinálni, majd megcsinálták, idehozták a villamosokat, rárakták a sinekre, és elkezdődtek a bajok. Tehát máshol nem nagyon lehet. Tehát attól kezdve, hogy bizottságok, közgyűlés, döntőbizottság, és természetesen ennek az egésznek a vezetője, mondod, a főpolgármester. Ez a folyamat. Ezt hívják demokráciának, és ebben vannak hibák. Könyörgöm. Esetleg mindenhol. A demokrácia az lenne, most nem hagyják, mert olyan dühös vagyok, én ugyanis utazom ezen a vonalon. Ti nem szoktatok ezen a vonalon utazni, én meg utazom ezen a vonalon. Rendszeresen látnak a taxiból. Egy utas, tessék, halljuk. Az ne legyen demokratikus. Én tudom, legyen nagyon diktatórikus, csak menjen. Azt akarom elmondani, hogy amit az Andris mond, az egyfelől igaz. Másfelől viszont az igaz, hogy aki utazni akar, megy reggel, mi a túró? Már megint nem jár a villamos, hanem helyette pótlóbusz, oda megyek, ide megyek, az visszafele jön, és akkor ott mennek össze-vissza Tébolyi után a körúton, kerengenek emberek, és nem tudja, hogy erre megyek, arra megyek, ez jön. Annak elmagyarázhatja az Andris, hogy ilyen sok szinten döntöttek meg. Demokratikus, tudod, mit fog menni? Menjenek a jó anyukba. Mondjatok a világon egyetlen egy olyan fővárost, ahol el tudtok képzelni egy olyan rendőrségi hírt, hogy tegnap egy villamospótló autóbusz nem adta meg az elsőbséget egy metrópótló autóbusznak. Egy szabdulatás. Rongálási rekordot döntött Budapest. A világ 40 országában állítottak ki eddig teheneket, de sehol sem tettek tönkre annyit, mint nálunk. Az a baj ezzel, hogy ezek mind ilyen tyúk vagy tojás sztorik, ami nem lenne baj, mert szerintem a világon mindenhol van, hogy mivel van a legnagyobb baj, a néppel, vagy a népnek az ő vezetőivel, csak ez olyan tyúk vagy tojás, hogy a tyúk is gémanipulált és idióta, és a tojás is záp. Tehát már ott már minden az egész. De nálunk még politizáltak is a tehenet. Hát az egyik tehenet átadták a bazilikából a liberálisokhoz éjszaka sotyomba. Én meg azt hittem körmenet van, és megálltam úgy bejön. Az előbb szó volt erről a rongált villamosról, és kérdeztem a fiamat, aki elmagyarázta nekem, hogy a graffitik régebben politikai tartalmat és művészeti tartalmat fejeztek ki, tehát mit tudom, a szociál ellen lázottak, mint modern irányzat, vagy politikai tartalma volt. Például tudjátok, hogy a 19. század közepén miket pingáltak ki Olaszországban, még amikor a Habsburg uralom volt ott, hogy Verdi. És hát ugye egy nagy zeneszerző, Viktor Emmanuel egy Itália, tehát hogy Viktor Emmanuel legyen Olaszország király, és ezt nem lehetett lefesteni, hát de ebben volt báj, elegancia, humor. De most kérlek szépen, aki lázad, hát most mindenféle dologért lehet lázadni, akkor mindenki összefrikálja a házakat azért, mert lázadok. Mi a jog nem igazságos. Azért, mert egyébként a történetek mögött meg néha az van, hogy idióta gyerekek, kamaszok mennek meg haza. Meg idióta felnőttek vannak. De bocsáss meg! Akkor nem tudom. Volt esküvőd? Volt. Volt. Hol volt? Hol nem volt? Egy elkezdődött eleinte, és akkor később jó. Én elfáradtam. Ott álltok, Mendelssohn volt, vagy Wagner, melyik volt? Take Six nevű afroamerikai, harlemi gospel együttes zenéje volt. Hogy tetszett volna a két családnak, én oda meg egy vödörrel, ilyen sárga festékkel, és ilyen kedvesen, ilyen kikszkalakszokat festek így rátok így. Tehát... Hát kérlek szépen, apám bizonyára odafordult volna hozzád, és azt mondta volna, hogy megkérem a művész urat, hogy a sajátságos véleményét talán egy másik esküvőn fejtse ki, mégiscsak az én fiam. A feleségem Máté Szalkai rokonai úszájba valami ilyesmire akartam kiukadni. Igen. Hát a kettő között van az igazság. Te most megalapoztál egy vállást, igen. Így lebunkózni a félrokonságot, ez... Nem. Azért akartam, hogy hozzuk ki bele, világos persze. Az őszintesség, műveltség nélkül pusztán urvaság. Valamint apám szemüveges. És? Mintha magamat látnám verekedni. Te most észrevetted, hány szemüvegesbe kötöttél bele így ebben a műsorban? Javaslom, hogy tegye fel mindenki. De én is az vagyok. Csak ő rejt. Csak nekem be van rakva ez a is jelent valamit. Rejt. Ez is jelent. Figyellek. Tájszólással beszél. Nem beszélve a pumpás nevét. Ő a golyójához.
Nálam úgy van, tól figyelj, három szerkezet van összekötve, a pumpás merevítő, a hallókészülék és a szemüvegen belül. Én meglátok valamit, mi? És ahogy itt csinálok, hogy mi? Már állítom. Így van beállítva. De hogy a Júci mitől hiénázott ennyire rá a golyókra, ezt most... Te marha, de miért ezt mondtam, te engem kipécéztem, csak... mi lenne a Földön egyébként nők nélkül, ez is egy találós kérdés, globális felmelegedés. Ez jó. Azt mondd meg, hogy egyébként meg miért van már most is? Hogy már most is van. Nem tudom. Még mert én... már a nők nem igazi nők. Na, na. Na, és látod, neki aztán vannak érvei. Hernádi Judit is teszteli a memóriáját a szeptember 9-i ország tesztjében, amely újabb vizsga elé állítja a tévénézőket. Nem golyó teszt. Ez biztos, hogy jó ötlet a Hernádi. Azt se tudja most, hogy melyik megyében van szegény. Komolyan mondom, annyira félek, hogy elfelejtek oda menni. Ezúttal is több csoport vetélkedik, így titkárnők, orvosok, brókerek és nyomozók is próbára tehetik emlékező képességüket. Hát a brókerek lesznek az utolsók, mert azok nem emlékeznek semmire. Semmire, igen. Miért négy? Mi? Hát mert megkértek azért. Nem, mondtak, azért fizetnek is. Mondtak neki egy olyan összeget, amire emlékszik. Most reklám következik, és utána jövünk vissza. Jó estét, vagy hát ízét. Köszönjük szépen, hogy visszajöttek a szünet után. Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik főosztályvezetőjét és katasztrófavédelem ügyeletesét találták felelősnek az augusztus 20-ai eseményekért. Utóbbi főnökei feddést, illetve megrovást kaptak. Én megtaláltam, gyereket. A műanyag tehelyek, azok a felelősek. Én megtaláltam, tessék. Ön tehát vállalja a felelősséget? Igen, kérem, vállalom. Nem érzi úgy, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is hibás abban, hogy nem ellenőrizte az e-mailt és a fax megérkezését? Nem. És a katasztrófavédelmi főigazgatóság ügyeletese, aki nem nyitotta ki időben az e-mailt, és nem botolt el a fax papírban? Nem rajtuk múlt. De a miniszterelnöki hivatalból valaki csak lefújhatta volna a tűzi játékot, vagy figyelmeztetette volna az embereket? Ismétlem, nem ők a felelősek, egyedül csak én. És a Védelmi Bizottság elnöke? Na, rá aztán igazán nem tartozik. Ő csupán vendég volt az ünnepségen. És a tűzi játék rendezőjük, csak a hajós VIP vendégeket figyelmeztették, hogy hozza le a sőkabátot. Kérem, hagyja ki őket is a játékból. Tehát ön minden felelősséget vállal. Igen. Nézzel, volt itt már nyáron egy pár ügy, megállt villamosok, kidőlt oszlopok, leszakadt vezetékek, skinheadnek és pedofilnak vért fotósok, mindenki csak keni a másikra, maga ezt jól meggondolta? Értse meg, egyedül én vagyok a felelős az eseményekért. Hát ez hihetetlen. Ne haragudj, kihez van szerencsém? Én vagyok a vihar. Nem vagyok azzal vádolható, hogy egy népnemzeti vagyok, de az államalapítás ünnepe. A magyarok valaha Csaba Királyfit látták az égen, ha felnéztek. Mi közünk ez a tűzjátékhoz? Ráadásul egy kádári hagyomány. Szeretik az emberek, nem vitatkoz ennyi emberrel. De nem szeretik, most már ne szeressék az emberek, mert van ennél jobb. Mi? Lehetne ennél például jobb. Mi? Például az, amikor a végén, én nem bánom, legyen tűzijáték, de ne arról szóljon egy ünnep, az államalapítás ünnepe, hogy oda megyünk és azt nézzük, akkor legyen fesztivál, színpad. Volt jobb szerintem? Hogy? A légiparádé mennyivel volt jobb, hát én amikor emberek milliói, és akkor az emberek feje fölött pár méterre, meg a híd alatt egy fővárosban mennek repülőgépek, isteni szerencse nem történt, ott van. És ezt olyan izgatottan, hogy a Besenyeinek, akit ugye egyébként imádunk és tisztelünk, de hogy neki ment az egyik oszlopnak és ráment a szárnyára. Felvételt, egy fotót, fantasztikus fotó, pár évtizede ezelőtt készült. Tudjátok, ki hozta a pártunk és kormányunk nagyjainak az új kenyeret? Egy búvár. Életszerű volt. Az életszerű, igen, hogy egy búvár hozta kenyeret. Víz alól. Most azért ez Andris, nem játék, amit te mondasz, mert nem. Ezen az alapon Forma 1-től foci meccsig mindent be lehetne tiltani, még az egész idegenforgalmat. Az emberek furcsák és megvetendők, azért meg kíváncsiak és szeretnek jönni. Nem, most meg kell védenem magamat. Egy szót sem mondtam betiltásról. Nem, szót sem mondtam a betiltásról, arról azt mondtam, hogy kezdjünk el gondolkodni,
és legyen egy alternatíva. Az emberek azért jönnek, mert jó, így lehet van alternatíva, hát más eseményre kijönnek másfél millióan, nem ugyanaz a probléma? De Andrés, még van az alternatíva, az, hogy nem szereti. De a tűzijáték az egyetlen, hogy nem beszél egyik párt sem. Gondolj bele, hogy van 30 perc, amikor ez nem nagyon propagál, mert lehet, hogy... De abban nagy zajban csak nem pofáznak már bele. Hát. Na most te, ki, itt ki volt a tűzijátékon ott? Ki az, aki szereti? Milyen, mindenki ezt mondja, érted? Az egész ország neki a szegény emberek pedig azért mennek, mert egy ingyenes valami legalább történik, de ez nem egyenlő azzal, aminek ennek lennie kéne. Az én gyerekeim ugyanúgy imádják nézni a tűzijátékot, mert ez egy élmény. Azért, mert Hajós András ezt ízléstelennek tartja, hát még másfél millió ember jogot formálhat erre. Nem ez a probléma, ezt is meg lehet oldani, de mint mindent meg most lehet oldani. Most olyasmiről beszélsz, ami aztán igazán nem időszert. Arról van szó, hogy hát itten kiderült, hogy gyakorlatilag az egész rendszer rossz. Itt azért nincs felelős. De most akkor megüllök. Azt mondod, hogy az egész hát rendszer rossz. Erre, amikor azt mondom, hogy akkor ne legyen így, akkor meg mit támadtok engem? Hát az egésszel az a baj, hogy rossz az egész rendszer. De azzal van a baj, hogy csak tűzijáték van. A magyar államalapítás ünnepét ez a nemzet úgy ünnepli, hogy csak tűz. Most odavágtak egy örömkoncertet. Szégyen és gyalázat. Az volt a probléma, hogy tűzijáték vagy nem tűzijáték, az volt a probléma, hogy nem volt egy egyszemély felelős, aki fölgyújtotta volna a villanyt, hogy ne az egyre, soha nem lesz, az soha nem lesz. Most gondolj abban bele, hogy 3-9-kor azt mondja, kérem menjenek haza, elmarad. Hát akkor kitör a forradalom. Nem hát az. Az sem működött volna. Fény 8-kor bemondom, hogy egy nagy vihar közeledik. És akkor azt mondják az emberek, megvárjuk, míg elmúlik. De akkor legalább annyit megtettél, hogy de akkor meg saját felelősségére is gondolhat. A Guns N' Roses-tól, amikor késett, azt hiszem 84 órát késett, aki itt volt, a Axel Rózsi vagy kicsoda. Ott sem mentek haza, várták, hogy megjön a Axel. De János, ez egy külön tudomány, hát a világ jobbik felén, kérlek szépen, menekülési útvonalak vannak, döntéshozó emberek vannak. De ebből mindig balhé van a világ bármelyik. De másfél millió ember ráújtják a nagy sötétet, és senki nem csinál semmit, és eltitkolják az év legnagyobb viharát. Mert arra gondolnak, hogy hát. És ez sem. Az államalapításunk ünnepe. Azon múlik, hogy egy katasztrófavédelmi is ügyeletes, kinyitja az e-mailt, vagy nem. Ezen itt múlik. Nem az a gond, amit te mondasz. Miközben kérlek szépen, hogyha gyerekeket fotózok egy strandon, akkor 9-en ugranak rám, hogy pedofil vagyok. Abban igazunk. Mert a nadrágodat elfejtetted felhúzni. Két éve körbeül tük, mint újságok a Demszkit, mert azt mondta, hogy tornádó lesz. Pár hónappal ezelőtt körbeülték a miskolci polgármestert, aki jégesőt jósolt, kérlek szépen ismeretlen tettes ellen a katasztrófafédelem rémhírterjesztési feljelentést tett. Tehát már igen. Lehetett volna na tudni, hogy itt rossz konstrukciók vannak. Tehát az is baj, ha valaki figyelmeztet, az is baj, ha valaki nem csinál semmit. De mi a megoldás? Hát például az, hogy elkezdenek ebből az egész esetből tanulni, és nem össze-vissza kenik egymásra. Hogy fél kilencet teszik a tűzijátékot. 5-6 napig. Nem. Ott siklott fél az egész, hogy megint ugyanaz lett belőle, mint amit a kombinónál is helyesen itt kritizáltatok. Az lett az alapkérdés, hogy ki a felelős. A legszebb az volt, hogy a média teleszájjal hergelte ezt, miközben egyébként a média is bemondhatta volna az embereknek. Például a médiában semmi nem történt, gyerekek. Hát azt még el sem akarom mondani, hogy párhuzamosan mi volt a különböző tévében. Mélységesen nem értek egyet azzal, egyetértek azzal, hogy a ki a felelősről kell beszélni. De csak egyet nem azt mondtuk. Kérlek, hogy mi ne veszekedjünk rá, és hogy én miről beszélek. Én arról beszélek, én csak próbálok behozni egy új elemet. Ez az ország nem lesz jobb attól, ha megvan a felelős. A felelős akkor van meg, amikor a szar már megtörtént. És soha semmi szó nincs arról, hogy addig mi mindannyian. Tehát mindig az, hogy ott hol a felelős. És nem előtte mi mit csináljunk mi együtt, hogy jó legyen. Hol voltak a budapesti önkéntesek? Ki jelentkezett a katasztrófa? Tehát ez nem Andis, fél a fejembe, Andis, hogy ülünk, aztán megtörténik nem. Valami jól, akkor azt mondjuk, hogy hát elég tré volt, nem baj, majd jövőre, és ha végre van valami baj, akkor Andis. Na, a rohadékok, nem tudom, befelelős. És soha, sehol nem látok arra mozgalmat, vagy bármit, hogy akkor csináljuk jobban. Meg, és amikor én azt mondom, hogy legyen össze. Más, hogy az ünnep, akkor nem basztok. Miért beszéltünk? Miért se hallgattál minket? Miért se hallgattál minket? Beszéltünk a villamosokról, beszéltünk augusztus 20-áról. Fölvetek még egy problémát, mert hát a kiderül, hogy a három probléma teljesen azonos. Mikor tudtad meg, hogy lesz egy Európa bajnoki selejtező? Úgy hívják, hogy Magyar-Norvég. Szeptember. Hát ez hónapok óta tudtad. Tessék? Hónapok óta tudtad. Szeptember másodikán. Mikor tudtad meg, hogy a Népstadionban nem lehet játszani? Napokkal előtte, ezek szerint nem nézte meg senki. Hát akkor ez hogy van? Rákenik Robin Williamsre, hogy miatta nem, ez a legjobb.
Ez hogy van, hogy tudjuk, mit tudom, februárban, hogy lesz szeptember 2-án a meccs, és augusztus 88-án valaki fölteszi a kezét, hogy a Népstadion, hát ott nem lehet játszani. Tivada, nagyon halkan azt mondom, hogy azért van így, mert ebben az országban 1000 éve az államalapítás óta csak ezt tanulták vezetők, hogy hogyan lehet titkolni. De... Hol van az a futball szerető civil szervezet, aki azt mondja, hogy nekem a Football Control nevű csoport, aki azt mondja, hogy amikor megneszelem, hogy lesz egy ilyen, akkor bejárást tartok, riasztom magam, odaláncolom magam, és szólok, hogy gáz lesz, emberek. Mindig csak utána, érted? Addig tök a ülünk csődbe, amíg meg nem történik a bal. Te olyan hülye vagy, hogy az nem... Ez egy felvezetés volt, mert ez... Jaj, megint korán szóltam! Most jön a tárgyalás, Mária. Ez két ember tudta az országba, és ha van heti hetes, mi hetekkel ezelőtt figyelmeztethetjük onnan az embereket, mert mi ott néhány héttel ezelőtt próbáltunk focizni. Nekem nem azért nem sikerült. Internetes szavazást rendeztek, hogy mi legyen az M0-ás híd neve. Sokáig csak Norris állt az élen, Pató Pál, Zrínyi Miklós és Hoffi Géza előtt, de aztán egy amerikai komikus bizonyos Stephen Colbert átvette a vezetést kollégája John Stewart előtt, aki szintén benevezett. Colbert arra kérte nézőit, hogy nehogy már egy olyan seggfej győzzön, mint Zrínyi. Vagy ne, egy akkora tahó, mint ami a Colbert, ja. Nem? Hát jó van. Ez ott, jó tudom, ez most fájdalmakat szíthat. Nem szít, egyszerűen egy bukóság. Hát, de mit, nem, de most nem. Még akkor is a fogalma nincs, hogy ki az az Zrínyi. De nagyon szép Colbert, amit a Colbert. A műsorában egyébként igazad van, ez így ebből a hírből ez derül ki. Valakit nem ismeret, akkor nem. A műsorában mégiscsak ott lobogott a magyar zászló, gyönyörűen elmondta a Zrínyi Miklósról, amit tudni kell, Szigetvárról. Melyikről? Hát gondolom az idősebb. Aki kihant a anyja? Hát hogy kézrinyi van, ő arra gondol, tudom hogy kézrinyi van. Tudom én ezt, és hadvezér. A szigetvári hősről van szó. De elmondta, igen. Akkor még rosszabb, amit mondott, nem? Nem, mert nem azért, hát ez egyszerűen ezzel viccel. Kérdezte tőlem magyar... egy csaj, hogy a M0-ás hidon körforgalom lesz-e. Mondtam, hogy még gondolkodnak rajta a Demszkijét. Én Madridból mentem Benidormba, az 450 kilométer, és megkérdeztem a nénikémet, hol kell menni, azt mondta az M-Trentán, M30-as. Mentem az M30-ason, és mentem, és úgy éreztem, hogy olyan furcsák voltak a táblák, hogy Burgos, meg Coruña, azok észak-spanyol városok. És úgy 70 kilométer után jöttem rá, hogy körbe megyek Madridon, tehát... Tehát kimentem most a körforgalomba. Az se tűnt fel, hogy egy toreador egy piros kendőben előtett valami. Egyébként Párizsba is meghűlsz, mert hogyha rámész a párizsi körforgalomra, akkor mindig mutatja egy tábla, hogy Notre Dame. Ott az Adi is meghűl teljesen. De nem az a gond. Hát ha a párizsi körforgalomba mész, és a közepén van a Notre Dame, akkor bárhol vagy a Notre Dame felé mész. Én Budakeszi, nem tudom, mentetek-e már külföldi lévé, mondjuk a Balaton felé, hogy mi van kiírva? Írbab! Ez volt nem, kiír. Nem. Az van kiírva Tó utca. Nézzétek meg, ha Balatonra akartok menni, ez van kiírva Tó utca, és aztán vagy eltalálod, vagy nem találod. Hát ki az a barom, mondjuk külföldi, hogy a Tó utcából következtet arra, hogy ő Balatonra fog menni? Vesz egy GPS-t, és akkor baromira ja, eltalál. Na de várjál, ki az a magyar? Sehol nincs kiírva, hogy Balaton, Tó utca. Ki az a magyar, aki nem téved el? Százszor ugyanez van kiírva, most ott van a leágazás, addig tart az M7-es, és van egy akkora tábla, mint hetünknek ez a háttere, és három nyíl van. Az a Zágráb, Budapest, Orgona utca. De hatalmas betűkkel. Beszéltünk a felelősökről, hát most mondd meg, ki az a barom, aki ezért felelős, mert itt egy felelősnek kell lenni. Hát ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen felelős csoport. A tábla felelősről. Én úgy jártam, azt megfedjük a tábla festette, az. Úgy jártam, hogy éjszaka átléptem az országhatárt Magyarország irányába, Letenyénél, és egész addig egyetlen egyszer se tévedtem el, pedig csak a táblákat néztem, meg nem a térképet, meg nagyon bömbölt a zene, hogy ne halljam, hogy a feleségem navigál, és átléptük az országhatárt, és miközben egy hétig nem tévedtünk el, az 5. kilométernél találtunk egy olyan körforgalmat, én ritkán járok arra autóval, ahol ki volt írva 3 helyi település neve, és az, hogy M7-es. És én úgy azt gondoltam, hogy vagyis, hogy nem M7-es, hanem, de M7-es, igen, hogy arra lesz.
És akkor én úgy gondoltam, hogy az nekem úgy szimpatikusabb, mint a helyi települések, inkább az van Budapest felé. Erre megtaláltam azt az utolsó kis szakaszt, amit azért építettek, mert valami nemzetközi szerződés miatt egy utolsó 5 kilométer, ha a határhoz hozzáér, akkor mi úgy kaptunk vizét, és ugyanazzal a lendülettel 10 perc múlva visszamentem ahhoz a vámtiszthez, akinél átjöttünk. Ez a logikátlanság, hogy nincs az kiírva, hogy akkor aki erre akar, ez nagyon rossz Magyarországon az összes ilyen távlat. De a te feleséged szokta nézni a Heti Hetest? Nem nagyon. Ezért vagytok még együtt. Na, százszor mentem kis Kunfél egy házára, mert találkozom két lókereskedővel, de ez most... Azért ne fosszál meg minket ettől az életről. Tavuknak el, mert mi kimegyünk, addig vágóképeket ne csináljunk. Nem, Peste mentem az Illés Béla bucsójátékára. Még ez is közben. Akartál neki egy lovat venni gyorsan. És el kellett mennem Kiskun Flegyháza lókereskedőhöz, akivel előző nap megbeszéltem. Meccs előtt, után? Igen, százszorolott Olgona utca, megtaláltam, hogy hogy kell lekanyarodni. Simon Tornya, Cece, Dunaföldvár. Illés Béla. Átbugacon. És egy nagyon szép hotelnek a portán ülök, ott beszéltük meg a lókereskedővel. Azt hittem a lóval magával. A dolgot, és a lókereskedő sehol. Aki Kiskunfél egy házai. Én jöttem 470 kilométert, és gyanakodtam, hogy hát ha valami nem stimmel, miután egy órája vártam rá, hogy nem jön a lókereskedő. Esetleg, hogy nem beszéltétek meg. De, hanem az a baj, hogy rájöttem, hogy nem a saját telefonommal hívtam fel, hanem a rádiós, két teljesen egyforma telefonom van. Most meg fog őrülni. Mindig összecsinálom, és véletlenül a rádiós telefonom, azt mindig csak rádiós dolgokra használom, mert becsületes ember vagyok. Hogyne, igen, most van ez adózás. Igen, és a rádiós telefonommal hívtam fel, aminek egy, nem nagyon tudom a számát, tehát már ott kezdődött a problémám. Pedig te matematikus. Igen, és gondoltam, hogy hát ha lemondta, és akkor azon a számon hagyott nekem üzenetet. És a hangpostát beütöttem, és azt mondta, hogy adja meg a kódomat. Erre te azt mondtad, Orgona utca. Betelefonáltam a központba, bemutatkoztam, hogy Farkasházi Tivadar vagyok, hogy rögtön tudja, hogy egy hülyével áll szemben, és mondtam, hogy mit csinálok, mert nem tudom a kódomat. Azt mondja, a művész úr, semmi probléma, adja meg a jelszót. Azt mondja, mi a jelszava? Mondom, hát béke, ezt az egy... Egy a jelszónk a béke, ezt az egyet. A tartós béke. Igen. Igen, de nem ezt adtad meg neki. Tessék? Nem ezt adtad meg, hogy nem béke. Ezt adtam meg. Azt mondja, a művész úr, nem tudok mit csinálni, mert maga nem hatalmazott fel arra, hogy megadjuk a maga jelszavát, amit csak maga tud, de én nem tudtam, tehát ez a 22-es csapdája. Mondom, akkor mi a megoldás? Azt mondja, próbálni ilyen banális négyegyű számokat beütni, hát ha a hülyék használják, és akkor 0-0-0-1-1-1-1, ilyen, és akkor az 1-2-3-4 volt, és megkaptam az üzenetet, hogy váratlanul ki kellett ugrani a Ukrajnába lovakat vásárolni, és nem lesz ott. Nagy ugrás. És ott ültem Kiskunfél egyházán, elmentem Pest az Illés Béla bucsújátékára. Mert még előtte volt a Kiskunfél. Hánykor keltéltek? Korán. Korán. És egy-két Illés Béla. Ja. És aznap nagyon meleg volt. Nagy kánikula volt, és marhára viszketett a könyököm. Megőrültem! Hogy meg egy napban minden! És rögtön bementél a sportkórházba! Várjál, nem! Fölhívta az enzémát! Nem, ez baromira szokott viszketni, akkor 4 napig viszket, nem tudok vele mit csinálni, és van egy nagyon jó kenőcs, amit próbáltad. Elfelejtettem a nevét a kenőcsnek. De tudtad a jelszabát? De tudtam, hogy receptet adják, tehát hiába meg a patikába, hogy adjon el a kenőcsöt, és szombat volt. Még ez is? De hát csak az ügyeletet hívhattam. Jelszó extréma. És betápláltam a központba, de gondoltam, jobb, ha nem mutatkozzunk be, mondom, jó napot kívánok, adja meg nekem a 13. kerületi bőr és nemi beteg gondozó számát. Várjál, megadtam. Azt mondták, Farkas hazil magasz? Te állat! Előtted a poént, mert azt mondtam, hogy köszönöm szépen, azt mondta, nagyon szívesen, művész úr. Na most azt mondjátok meg... Én voltam a központban, ugye? Várjál! 700 filmben játszottatok, igaz? Egész este mutogatjátok magatokat különböző színpadon. Ne haragudj rá. És ha betelefonálsz a tudakozóba, hogy mennyi a... Nem racsolok, Teddy, az Isten áldja. Fölveszek egy nagyobb beszédhibát, rögtön megismernek. Kérd a bőr és nemi beteg gondozó számát, és egyből felismernek? Hát sajnos igen. Kiderült, hogy egy dobozi bérrab szabadult 11 hónap után. Dobozi.
Jó, hogy nem doboznyi. Szerintem simán átmegy volna. Kiderült, hogy egy dobozi... Mi van a doboz? Marab? Bérrab. Bérrab. Olyan lassan olvastam, nehéz. Egy doboznyi bérrab. Kiderült, hogy egy... Na, kiderült, hogy egy dobozi bérrab szabadult 11 hónap után jó magaviseletére való tekintettel a kecskeméti börtönből, bár megbízójának eredetileg másfél évet kellett volna ülnie. Elítélni nem lehet ezért, de a büntetés végrehajtás most 2,5 millió forintot követel tőle, mert egy rab napi tartás a hazánkban 7,5 ezer forintba kerül. De egész este... Elmegy, leüli majd ezt az összeget. De egész este... A felelősökről beszéltünk, hát ez nem tűnt föl 11 hónap alatt, hogy nem az az illető. Hát, hogyha nem mondja, miért, hogy tűnt föl? Nem mondja. De nem értem, tehát tudod, hogy tűnt föl? Mások, amikor szabadult, valaki följelentette. Ez az hírban a legérdekesebb egyébként. Gondolom, kiment el, újságolta. Véletlen van, ami letartóztatási parancs. Hát megőrül. 5 nappal el vagyok ítélve, 25-én kell bemennem, egy nap élelmet és tisztassági csomagot vihetek. Mit te viszed a kaját? Igen, az van, e határozatom ellen jogorvoslatnak helye nincsen. Háromszor fociztam Baracskán, kétszer a... Otthonosan mozogsz már. Kétszer a fegyők, egyszer a rabok ellen. De végülis miért csuktak le? Közlekedési kiágást követtem el. Ez most azt jelenti, hogy le kéne ülnöd a bűnöket? Nem le kéne, be vagyok hívva, és amilyen kibaszott pekjem van, 30-án szabadulok, és mehetek szavazni. Nagyon biztos. Teddy! Szerintem ez egy egyszerű történet. Van egy ötletem, Teddy, reggel hozza a börtönön a reggelit rucksekbe. Rucksekbe a börtönöt, és akkor kapsz nekem, meghosszabbítják. Pont szavazni engednek ki. De mondom, hogyha segbe rúgod, akkor bent tartanak. És mi van akkor, hogyha elmész külföldre? Ugyanebben az időben. Nincs ma útlevele rég. Ne bűnpártoljál. De te leülheted. Bemegyek helyettem. Mint béranya. Megnézem a színházi műsort, ha van 4 szabad napom, kialszom magam. Csak nem tudom, milyen raptársaim lesz. Teddy, a Győzike sehol nem lesz. Komolyan mondom. A magyar nemzet értesülései szerint párkötődés miatt a Magyar Rádió a kampány alatt nem fogja sugározni például a Nox, Demjén Ferenc, Kovács Ákos, a Kormorán, a Padödő, Korda György és Balázs Klári dalait. A Kossuth Adó megbízott főszerkesztője szerint szakmai döntés született. Nincs ezzel baj, mert elmúlt pár évben a párkötődés, mert a Magyar Rádiót nem lehetett hallgatni. Most visszaadják. Ez valami... Normál ügy volt? Tehát az rendszer. Egyéb zenekarok nevében kérdezem, hogy milyen kötődés miatt nem játszanak minket egy... Mert rosszak vagytok! Ebben mi a szakmai döntés? Mert ugye az volt a hírben, hogy szakmai döntés. Azt állítják, hogy az a szakmai döntés ebből, hogy mondjuk van egy kampány időszakban egy hírműsor, ami megfelel a törvényi rendelkezéseknek, és kiegyensúlyozott, és kiszámolt, hogy ennek ennyi másodperc jár, és ha ezután mondjuk a zenei kínálatban elhangzik egy Ákos, vagy egy nem tudom, egy Padödő, akkor az már, hogy abban a kontextusban olyanos szagú lesz, olyan és akkor a fölborul az arány. És akkor nem léphet fel egyébként meg Koncsuzsa, nem léphet fel Bródi János, nem léphet fel, nem tudom, tudnék sorolni még 44. Ez egy sokkal egy másik. Ötletem, ne a zenészeket tétsek, a politikusokat, sokkal egyszerűen a pártok nem kell, hogy jöttem. Amelyik politikusról kiderül, hogy párthoz kötődik, azt azonnal tintják ki mindenhol. Ez lenne a megoldás. Vagy legalábbis ne énekelhessen. Mi ez, hogy szakmai döntés, hogy nektek mégis kéne, hogy úgy összeül 4-5 okos ember, látom, Merza Jenőnek hívják, aki aláírta ezt, hogy a papírokban, és akkor összeülnek licitálni, te mondasz egy szocit, te mondasz egy SZDSZ-est, én mondok egy Fideszest, én egy MDF-est. Nekem van két volt kis gazdám. Olyan jó lenne ezt, látod, ezt kellett volna megírnod, hogy eljátszani egy ilyen szakmai döntést, hogy hogy születik egy ilyen szakmai döntés, hogy összeül 4 ember, és akkor ilyen majd lesz ideje, százalékos aki, alapon eldöntik, lesz hogy... Lesz ideje majd megírni egy... De ez egy, az a borzasztó, hogy ez most az új... Ja, a rádió miatt hallgatsz? Ja, értem, ezt elfelejtettem. Hogy? Senki nem tudja a munkahelyet, látod, hogy papírod van róla. Mert fél hogy de ezért nem tudják, mert most is megtagadtad a munkahelyedet, látod? De azért ez egy van, pillanat. Van benne logika, de nem szólok hozzá. Van benne logika? Nem is szabad neked, ezek után már. Készülj a izére. Utolsó szőgán dumálhatod.
És akkor ilyen, minden magyar énekesné zenekarnál lesz egy ilyen pártométer, hogy hányszor szerepelt, ha mit én tízszer, micsoda hülyeség, hogy döntik el? Képzeld el, Teddy, amikor hallgatod a fűtőtest mellett, hogy krumpli leves lesz, gyerekek, holnap. És a Teddy már úgy kopogja tovább a kumpi, mert az a... Az egész kóterban nem értek egy szót sem előtt. Milyen kumpi? Aztán gyerekek, új kaja lesz, kumpi. De azt nem értem, hogy Amerikában hát tényleg valami nagy sztárok hát hozzák meg, akik azt mondják, hogy én republikánus, a másik ilyen, és attól ugyanúgy megy a pályájuk tovább. Tehát nincs négy évenként a rémület. Hogy? De azért azt én így hadd mondjam el, hogy a pályáját ez a döntés azért ezeknek a részben sokat tapasztalt és nagyon sokat az asztalra letett művészeknek azért nem fogják összefosni magukat, hogy a Magyar Rádió nem hát játsza őket, sokat semmi nem fog történni. De gyerekek, pár napról van szó. Na, a te esetedben 5 nap. És uraim, jegyet rendelni a 061-788-5401-es telefonszámon lehet. A 1117 Budapest Sopron utcán az a mi címünk. A Teletes 637-es oldal az egy olyan oldal, amit meg kellene nézni. A heti.hu az a mi e-mail címünk, írjanak. És a www.rtlklub.hu az pedig szintén egy oldal, csak weboldal, mindegy, bonyolult. Köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.